Halló, sziasztok, szép napot minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ti is alkotassatok saját véleményeket. És ne feledjétek a lényeget, jót kell venni pirosba, nem rossz zöldet, magasba kezdjük. És a Mester 3-as könyvvel lájkoljátok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára. Aki még új, annak ajánlom, hogy olvassa el a videók alatti leírást, nagyon sok hasznos információt fog találni benne. És a kriptonán is sok hasznos infót, tananyagot, oktató videót találtok, nézegessétek csak itt is a dolgokat, és akkor haladjunk tovább. Jaj, tegnap írtak a kriptonára, csinált itt, hú, ezt ti, ha jól emlékszek, ilyen 12-es kollekciót híres emberekből, NFT-ket, és akkor csak érdekességnek. Engem is megcsinált itt a végére, 14-nek itt ki lett bővítve, meg itt van a Satoshi szobor is. Úgyhogy, hát minden, érdekesség. Na jó, nem akarok nagyon belemenni. Jó, hogyha gondoljátok, tényleg át akarod küldeni, akkor ez itt a MetaMaskos címem. Vagy lehet, hú, be kéne tenni híradó alá, a franc se tudja, na majd meglátjuk, jó. Na, haladjunk is tovább, azt mondja, hogy világgazdasági hírek. Pok, pok, pok. Itt egy dolog volt, hát ezt a Lukasenkát le fogom adni, mert ez az ember, amit csinál, az azért nem gyenge. Azt mondja, hogy... Ha Alekszandr Lukasenka alkotmánymódosítással betonozná be hatalmát legalább 2035-ig, 81 éves koráig, valamint mentelmi jogot adna az államfőknek hivatali idejük alatti bűncselekmények miatt indított eljárásokban. A belarusz elnök hivatalos honlapján, illetve az állami hírügynökség internetes oldalán tették közzé az alkotmánymódosítás tervezetét. A tervezet kiterjeszti a parlament, valamint az államfő mandátumát a jelenlegi 4 évről 5-re. Bevezeti az összfehér oroszországi népi gyűlés intézményét, az új kormányzati szerv párhuzamosan működne a törvényhozással. Az államfő ismét csak 2-5 éves cikluson keresztül tölthetné be a tisztséget, de majd csak akkor, ha új elnököt választanak. Így Lukasenkát még további 2 alkalommal újra lehetne választani, ha a mostani mandátum a 2025-ben lejár. Az alkotmány módosítás népszavazásra bocsátják a tervek szerint februárban. A tavaly augusztusi vitatott tisztaságú elnökválasztás után soha nem látott tiltakozó hullám rázta meg Belaruszt. Lukasenkát a hivatalos választási eredmény szerint a szavazatok több mint 80%-ával választották meg 6. egymást követő mandátumára, amit az ellenzék és a nyugati országok nem fogadtak el. Lukasenka brutálisan nyomta a tiltakozásokat, több mint 35 ezer embert vettek őrizetbe, a rendőrök ezreket bántalmaztak, sokan külföldre menekültek. Hát sajnos ilyen a kommunizmus, azt mondja, hogy haladjunk is tovább. CNBC nem volt időm, mert hú, húgom, és majd letudom a híradót, de gyorsan sietnem kell, aztán megyünk érte a vonathoz, meg a rokonokhoz. Azt mondja, hogy CNBC, de a főcímeket felolvasom, hogy mik jöttek az utóbbi időbe. Hát ez még tegnapi volt, hogy pont mondja, hogy a Bitcoin egyre energiahatékonyabb, akkor utána itt van valami, hát mindegy, fogtunk egy hülyét verzió, azt mondja, hogy tiszta piramis játék, a Bitcoin fogalma nincs, hogy miről szól a világgazdasági rendszere. Azt mondja, hogy tovább, itt ezt én nem ártana majd megnéznem, mert itt arról beszélgetnek, hogy mire kell figyelni, majd a kriptovalutákkal kapcsolatban mire érdemes majd figyelni 2022-be, és akkor a végére jött még egy olyan, hogy mit várnak a befektetők a Bitcointól 2022-ben. Na, azt mondja, hogy haladjunk is tovább. Ha Bélán áll mai hírekben, mi volt? Hát egyszer, ez is jó, ugye már mondja is, hogy ne csinálja senki ezt, hogy így megy az ár, és akkor itt mondják, hogy bú, majd akkor veszek, hogyha ez korrekció lesz, vagy beszakad, vagy ilyesmi, és akkor amikor korrekció van, akkor meg hát fog ez még lentebb is menni, utána meg csak felmegy az ár, akkor megint majd itt veszek, majd ha korrekció lesz, hát ez még mehet azért még lentebb is, utána megint felmegy az ár, a végén meg fomóból már a legvégén már idegébe vesz az ember, amikor meg már plafonon van kb. Minden, úgyhogy ezzel nem árt vigyázkodni. Azt mondja, hogy így úgy amúgy pattanunk, megyünk majd felfelé. Jaj, ez érdekesség, a Stock to Flow-val kapcsolatban mondta, ugye bár, amit Plan B csinál Stock to Flow-t, hogy ugye az altcoin-ok is, hogy fogalmazta meg Béla, azt mondja, hogy invalidated, hát meg lesz cáfolva a Stock to Flow az altcoin-ok miatt. Én meg inkább azt mondanám, hogy most 40%-os a Bitcoinnek a piaci részesedése, hogyha megszorozzuk 2,5-100%-ra az 1 trillió dollárt, amennyit a Bitcoin ér, vagy 950 billiót most kb.
Akkor nem is az a lényeg, meg az 50 ezret, hogyha megszorozzuk a mostani árat 2,5-lel, hogy a 40%-os piaci részesedés 100%-ra a teljes kriptopiacra vonatkoztatunk, akkor tök helyben van a stock to flow, mert akkor 125 ezer kb. Hogyha bitcoin átszámolunk mindent, az összes kriptót, a teljes piacot, akkor egy 125 ezeres bitcoin áron vagyunk most kb. Csak ugye bár altcoinok mindenfelé folyik a pénz most már jobbra-balra. Szóval úgy veszik, hogy nem csak a bitcoinra vonatkozik ez a stock to flow, hanem a teljes kriptopiacra, akkor még mindig helyén van. De itt szerintem akkor se lesz 3 éves stagnálás most, hanem is szépen lassan fogunk felmenni az 1 millió irányába a teljes piaccal. Na azt mondja, hogy Ethereumnak igen vannak vetétársai, a gázdíjai, igen, csökkentek, erről már volt hír. Jó, és akkor végére még. Jó, hát kávé maradjuk egyelőre. Ennyi volt, igen, itt Bélánál, és akkor nézzük is tovább. Azt mondja, hogy elértünk a hírekhez. A mai nap fő híre. Mexikó harmadik leggazdagabb milliárdos, a leggazdagabb embere, ugyebár azt tanácsolja Ricardo Salinas Pliego, hogy bitcoinba kell fektetni, és távol kell maradni a dollároktól, meg az euróktól, a papírpénzektől, ugyebár. És Salinas az alapítója, és a vezető is a Salinas csoportnak, akik telekommunikációba, médiába, pénzügyi szolgáltatásokba és kiskereskedelmi üzletekbe fektetnek. A Forbes magazin szerint a milliárdos, na, 13 billió dollárt, vagy magyarul 13 milliárd dollárt ér, és akkor mondja is, hogy maradjatok távol a papírpénzektől, a dollár, az euró, a jen, vagy a pezó. Ezek mind ugyanaz a sztori, ugyanaz a történet, ezek csak hamis pénzek, amiket papírokból és hazugságokból készítenek. A központi bankok egyre több, sokkal több pénzt nyomtatnak jelenleg, mint valaha. Fektessetek bitcoinba. És nem az első alkalom, hogy Salinas azt tanácsolja az embereknek, hogy felvegyenek bitcoint. Novemberben azt mondta, hogy az USA egyre inkább úgy néz ki, mint egy felelőtlen harmadik világbeli állam, ugyebár annyi pénzt nyomtatnak, és mondja is, hogy ez pedig mikor még júniusban mondta, hogy az én bankom azon dolgozik, hogy az első bank legyen Mexikóban, aki elfogadja a bitcoint, és a bitcoin az új arany, megjegyezve, hogy még sokkal jobban lehet szállítani is. És akkor decemberben Salinas bejelentette, hogy a kiskereskedelmi üzletlánca, a Grupo Electra, egy vezető kiskereskedelmi cég Latin Amerikában már elfogadja a bitcoint. Oké, haladjunk tovább. Azt mondja, hogy a Binance kriptotőzsde megkapta a jóváhagyást a Bahreini királyságba. Azt tervezi, hogy törvények szabályozott lesz és centralizált lesz, tehát itt helyezik le a központjukat világszinten, most pont ezen gondolkoznak, ezt tervezgetik, és megkapták a jóváhagyást a Bahreini központi banktól, hogy itt a Bahreini királyságban alapítsák meg a központukat, alapíthassák meg a központukat, és akkor a Binance vezérigazgatója CZ, ugyebár Chengpeng Zhao úgy kommentálta, hogy ez a jóváhagyás elismeri a Binance elkötelezettségét azzal kapcsolatban, hogy teljes mértékben megfeleljen a törvényi szabályozások követelményeinek, és széles körűben is elköteleződnek, amellett, hogy lehorgonyozzák a műveleteiket Bahreinben. Az elmúlt néhány hónap során, igen, a Binance sokan kritizálták a törvényhozók világszerte, hónap során fel kismillió országot, vagy egy tucat ország kritizálta, hogy miért nincs központjuk, meg ez az, amaz, meg stb. Úgyhogy most augusztusban Binance ki is jelentette, hogy törvényileg megfeleljen, az az első legfontosabb dolog most számára is, és a decentralizált üzleti modelljüket egy centralizált üzleti modellé fogják átváltoztatni, mert ugyebár úgy indult CZ, hogy a Bitcoinnak sincs központja, akkor nekik se kell, hogy központjuk legyen, de így meg nem tetszik a törvényhozóknak, úgyhogy csak lesz központjuk, és ha minden igaz, akkor Bahreinben. Nézzük is tovább, a nyugdíjasok, a nemzeti olajcég nyugdíjasai két Petrót fognak ajándékként kapni Venezuelában.
Venezuelában ugyebár a Petro az első nemzeti kriptó, amit még 2018-ban indítottak Venezuelába, és emögött a venezuelai olaj és más alapanyagok állnak fedezetként. Ez a két Petro, ez kb. Egy olyan 120 dollárt, mondjuk 3000, egy olyan 40 ezer, 45 ezer forintot ér. Oké, azt mondja, hogy a milliárdos Ray Dalio, hát ő nem látja teljesen úgy, látja, hogy a bitcoinnak az ára, ő kételkedik abba, hogy az 1 milliót elérheti a bitcoinnak az ára, de majd kiderül, hogy miért ez végig. De hát ez hazugságnak jelöltem, mert nincs igaza, de mindjárt meglátjuk, hogy mire hivatkozik ő. A milliárdos Ray Dalio, ugyebár a világ legnagyobb befektetési alapjának, a Bridgewaternek az alapítója, és akkor azt mondja, hogy az aranyat veszi, az aranyhoz viszonyítja a bitcoinnak az árát, hát épp ezért nincs igaza, mert az arany csak az első lépcsőfok a bitcoin árához, nak a viszonyításához, és mondja, hogy ha veszük az, jó, és akkor itt érdekes, mert itt elmondja, hogy az aranyból ugyebár 10-11 trillió van, hogyha itt megnézzük az Ifrit Market Cap-en, akkor 11,5 trillió dollár összes kibányászott arany a világon, és akkor ő azt mondja, hogy ebből, hogyha levesszük azt az aranyat, amit ékszer célra használnak, vagy a központi bankok használnak, akkor az maradék arany az kb. Csak 5 trillió. Az mondjuk egy 250 ezer dolláros bitcoin árat tesz ki. És a milliárdos hangsúlyozza, hogy nem gondolja, hogy a bitcoin többet érhet az aranynál, hát majd mindjárt mutatom, hogy miért érhet többet, tehát ez is szerintem nagyon nem igaz, de beismerte, hogy mondja saját szavaival, hogy nem tudom, mi a helyes válasz, azt is mondja, hogy nem biztos semmiben, de azt mondja, hogy logikusan úgy tűnik számára, hogy van egy limitje, egy határja a bitcoin árának, ami kapcsolatban áll más dolgokkal, amik hozzá hasonlóak, nagyon-nagyon felszínesen fogalmaz, de hát ő elmondta, hogy ő az elej előbb, hogy ő csak az aranyhoz méri. És akkor néhány ember nem ért egyet Dálióval azzal kapcsolatban, hogy a bitcoin ára mekkorára nőhet, a MicroStrategy-től például Michael Saylor azt mondta, hogy a bitcoin, hát itt nem is az a lényeg, hogy a bitcoin folyamatosan nőni fog a dollárhoz képest. Ő azt is mondta valamelyik videóban, hogy ugyebár a végtelenség fog nőni, és totál igaza van a bitcoinnak az ára a végtelenségig, és hát azt mondta, hogy 600 ezer dollárt, meg 6 milliót is elérhet majd a jövőben. Na de akkor nézzük a lényeget, én ezt már kétszer kiszámoltam, itt van ugyebár az alapok könyvtáramban, az alapok videók közt. Egyszer maximum mennyit érhet egy bitcoin, az is itt van a 25. videómban, aztán másodszor is nekifutottam, mikor már úgy jobban képbe lettem a derivatívákkal is. 97. videómban akkor maximum mennyit érhet egy bitcoin második rész, és a lényeg, hogy a bitcoin az ennyit érhet, vagy jaj, ez érdekes volt benne, hogy 50 ezeren a bitcoin március 7-én, most meg itt vagyunk év végén, és megint 50 ezer. Jól szólt a felfelé, lefelé, videfelé mozgott a piac. Na, jövőre meg majd megyünk még tovább. Azt mondja, hogy itt a lényeg, ezt ajánlom mindenkinek, akit érdekel, hogy mennyit érhet és miért érhet annyit az első meg a második videót is. Az összes pénz a világon, ha úgy veszük, az 200 trillió dollár, ha csak ezt veszük, akkor 10 millió dollárt érhet a bitcoin. Ha az összes ingatlant is hozzáveszik, ami egy 280 trillió dollár, hát most már lehet 300 vagy 350 is, mert akkora infláció volt az utóbbi években, akkor még 10 millió, akkor már 20 millió dollárt érhet a bitcoin. Ha az összes vagyont hozzáveszik a világon, az még 360 trillió dollár, még egy 20-as, akkor már 40 millió dollárt érhet a bitcoin. Ha az összes adósságot is, az 250 trillió dollár volt a Covid előtt, úgyhogy most ez ki tudja 300, akármennyi végül 400 is lett, hát 300 szerintem már biztosan, de mindegy, ha ezt is hozzáveszünk. Még egy tízes már 50 millió dollár, és az összes derivatívát, összes papíralapú fogadunk erre, meg arra, ennek, meg annak az árára, minden felé, az még 500 ezer, 500 kötőjel 1000 trillió dollár, egy kvadrillió, ha jól emlékszek, úgy írja a kimutatásba, az még 25-50 millió dollár, azt mondja, hogy végére egy olyan 75-100 millió dollárt is érhetne a bitcoin, ha mindent is, a világon mindent is bitcoinba mérnénk. Legalább az ingatlanokig azért szerintem, meg a vagyonig még addig is el fogunk jutni. Tehát egy 20-40 millió, az 20 millió, azt szerintem simán érhet. Tehát, hogy 1 milliót se érné el, az azért vicc lenne szerintem. Persze ez nem holnapra lesz, hanem hosszú évek folyamánya, de ez itt a lényeg. Na, azt mondja, hogy nézzük is tovább.
Ebben az évben a top 10 kriptó, ami a legnagyobbat nőtt, az ezért elhomályosította még a Bitcoint meg az Ethereumot is, túl nem elhomályosította, túl ragyogta még a Bitcoint meg az Ethereumot is, mert hogy a Bitcoin elmúlt 12 hónapban 90%-ot nőtt, az Ethereum meg 540%-ot. Remélem, hogy holnapra lesz egy kis növekedés. Holnap én is úgy kihozom az utolsót, még az éves zárást, hogy az éven mi hogy történt, aztán lehet, hogy már holnap hírekre se lesz idő, annyi jobbra-balra kell venni hugomban, még faterhoz, muterhoz, ismerősekhez idefelé. Utána meg ugye már utazok itt, na mindegy, úgyhogy ez egy pár nap kihagyás lesz. Na nézzük addig gyorsan, miket mondanak itt, hát ez se itt a százalékokat nem mondom, ezt nem tudom honnan, hogy a CoinGecko-ról vagy honnan szedték, de hogy még a CoinGecko-n se ennyit mutat, meg a CoinMarketCap-en meg főleg nem ennyit mutat a történet, úgyhogy a százalékokat úgy nem is innen, majd elmondom a CoinMarketCap-ről a végén a top 10-nek a százalékait, hogy mik nőttek a legnagyobbak. Legnagyobbat. Na de itt, amiket felsorolnak, már itt is a marhaság is benne, meg minden egyéb. A Gala az egy keres játszva című játékoknak a központi platformja, felülete akar lenni, vagyis abban az irányba törekszik, ő jó nagyot nőtt, ő rendben is van, nekem is van benne befektetés. Galában nem tudom, vagy 4%-on van, 3-4%-on biztos. Axie Infinity a világ legnagyobb keres játszva blokklánc alapú játéka, de nagyon stagnálgat az utóbbi időben. Júj, az hol van? Vélem a másik hírbe lesz talán itt az altoknál, hogy beszél az Axi-ról is. Kicsit végre már próbálnak valamit változtatni az Axi-n, mert nagyon, az utóbbi időben nagyon stagnál az Axi. Csak szólok, azért jelöltem, ez se rossz, de azért sárgával óvatosba jelöltem, csak ki nekem is azért még van mindig, vagy 3% benne a portfólióba. Na tovább, Content Value Network, a világ legnagyobb fassága, nem tudom, hogy miért tesznek bele cikkekbe ilyeneket. Hogyha megnézzük, akkor nem is Content Value Network, hanem Conscious Value Network most már a neve 3700. helyen van. 200 az egybe leosztották, ez már mindig gyanús, meg mindig szart jelent. Pirossal van a piaci értéke. Tiszta hülyeség az egész, azért nőtt olyan nagyot, mert sehol nem volt januárban még kb. Az ára. Nem lehet amúgy kb. Értelmes tőzsdén se kapni, a Huobi lehet egyedül, meg valami Maxcén, ennyi. És nem is, hát nem tudom, itt nincs semmi vonal, hogy mennyi van kiványászva velé, 5%-ával kereskednek. A max supply meg a total, amennyi maximum lehet, annál 5-ször több van kiadva, ez is már annyira gyanús, hogy mi a jó Isten, össze-vissza vannak a számok is nála. Jó, ez egy full marhaság, nem értem, hogy a jó Istenbe hagyták, hogy belekerülhessen itt a cikkbe, jó, valami idióta kiszedte az első nagy számokat valahonnan, aztán itt betette, oké. Na nézzük tovább, Terra Luna, komoly cucc, top 10-ben benne van, fog is szépeket növögetni, Sandbox, metaverzumokból a legjobban növő metaverzum, úgyhogy benne is van potenciál. Ecomi, hát az Ecomi az megint nem egy nyerő dolog, én már tavasszal voltam mindenkinek, hogy engedjük el, amikor jött itt fel a Ecomi 200. helyen van, de nem sok semmit csinál. Amikor jött itt fel, 0,01-nél volt kb. És utána itt mondták, hogy március, akár hanyadikán, 18-20-a környékén felkerül a Uniswap-ra is, és akkor mondtam előre mindenkinek, hogy hú, hát ha megdobja az árát, vegyünk belőle valamennyit. Aztán, ahogy felment 0,12-re, utána már jött is vissza itt a 0,009-nél, vagy 0,01-nél, már mondtam, hogy hát ez úgy néz ki, hogy nem fog tovább menni, úgy inkább adjuk el, azóta be is szakadt. Most jelenleg is csak 0,006 környékén van. Úgyhogy, oké, hát ezt azért még itt ott, hát ezt se lehet olyan komolyabb helyeken venni. Na jó, se Binance-en, se Coinbase-en, ő amúgy azért a, nem Marvel, mi a másik, DC, DC is jogaik vannak, hogy DC is NFT-ket csinálhassanak, ilyen azért, de Superman van talán DC-nél, meg Joker, meg ez az. Úgyhogy jó, hát oké, az Ecom is, fú, a 0,5%-ával kereskedte csak a piac értékének az elmúlt 24 órában. Úgyhogy az Ecom is egy nagy assist dust, nem szerencsejátékos, de nem egy komoly cucc, én azt mondom. Óvatosan, a Solanát még mindig szeretem, imádom, nagyon jó cucc, nagyon erős, nagyon gyors, nagyon olcsó, csak a Kadena jobb nála, én azt mondom még mindig. Polygonnak a matékja, ő mindjárt leváltja kb. Lassan az Ethereumot, hogyha nem lépnek valamit az Ethereumnál, a Polygon rá fog menni minden, mert gyorsabb, meg olcsóbb, mint az Ethereum, a Polygonnak a matikja. A Phantom is feltörekvőben az utóbbi részben, utóbbi időben nekem is van a portfóliómban, illetve a Flux meg a Kadénának a párja, ha úgy veszük, hogy a Kadena a szoftver, akkor a Flux a hardware, persze nem lehet ilyen sarkosan megfogalmazni, de nagyjából ilyesmi irányba lehet gondolkozni, úgyhogy a Flux is szerintem az nagyon jót fog nőni a Kadénával együtt.
Na oké, és akkor nézzük, hogy itt amúgy mit mutatnak, hogyha a CoinMarketCap-en az éves hozamban megnéztem, akkor a Gala nőtt a legnagyobbat éveleje óta 48.000%-ot, második helyen az Axie Infinity 17.000%-kal, harmadik helyen a Sandbox 16.000%-kal, negyedik helyen Polygonnak a Matikja 14-15.000%-kal, ötödik helyen a Terra Luna 14.000%-kal, hatodik helyen a Phantom 12.000%-kal, hetedik helyen a Solana 10.000%-kal, nyolcadik helyen a Kadena közel 10.000%-kal, kilencedik helyen harmadiknak a Vanya 5.000, közel 6.000%-kal, tizedik helyen meg mondjuk Decentralentől a Mana 4.000%-kal. Jó. Még az Avalanche érdekességnek itt van, hogy olyan nagyot amúgy nem nőtt, de azért így is 3.000%-ot nőtt éveleje óta. Na jó, nézzük tovább. Az Ethereum-nak a számítási kapacitása rekord magas, elért az egypetest, hát mennyi is volt, most egy picivel még magasabb. És az Ethereum bányászoknak a nyeresége az még mindig magas. Egy petahash ehhez képest a Bitcoin 180 ezerszer nagyobb a számítási kapacitása a Bitcoinnak, ennyivel biztonságosabb, feltörhetetlenebb az a Bitcoin az Ethereumhoz viszonyítva. Jó, ebbe ennyi volt. Nézzük tovább. A kripto csalót letartóztattak bankokba, miután megpróbált meglógni 500 millió bakhtal, az 500 millió bakht az 15 millió dollárt jelent, és Mana Jumang, a Schwindler 2018 és 2019 közt fírolta be az áldozatait, azt állította, hogy ő egy kriptovaluta guru, és átvert több befektetőt is, hogy fektessenek be a OneCoin-ba, az egy hatalmas csalás volt még itt az elmúlt években, mert hogy hatalmas nyereséget, be irreális nyereségeket ígérgetnek ezek a csalók, ezt mindig mondom, hogy ami évi 50%-nál, folyamatosan évi 50%-nál nagyobb nyereséget ígér, az rögtön csalás gyanús. És akkor azt mondta a befektetőknek, hogy 200 nap alatt 400%-ot hozam lesz, annyit fog nekik visszaadni, rögtön csalás gyanús. És akkor nem teljesen tiszta, hogy összeköttetésben van-e a hírhedt OneCoin-os piramis játékkal, amit a kripto királynő Ruja Ignatova csinált, és ez, ő kb. 4 billió dollárt húzott le világszinten az emberekről, sok arabról is, úgyhogy szerintem szépen megkíselték valahol, ahogy megérdemelte, és akkor sokan a OneCoin-tól már eltűntek, vagy letartóztatták ezt a Rudzsát, ezt az asszonyt, ezt a Ruja Ignatovát, aki az egész, aki lehúzott itt mindenkit, ő meg eltűnt 2017-ben. Nem véletlen, szerintem nem hiszem, hogy a Bahamákon sütetné a hasát, inkább valahol, nem mindegy, hagyjuk is, nem mondok csúnyákat. Oké, azt mondja, hogy nézzük tovább. A HP márkájú szervereket eltérítették, úgymond, mint a repülőgépeket szokás, és 110 dollár értékű kriptót bányáztattak velük, ami kemény, hogy december 19 és december 17 közt, kb. egy hét alatt 110 000 dollárt kibányáztattak ezekkel a gépekkel, és akkor mondják, hogy a szerver csoport eltűnt a Raptoreon hálózatról, ilyen Raptoreon coint, vagy azt a kriptót bányáztatták, december 17-én eltűntek, miután egy patchet is valamit kiadtak, és próbálják eltüntetni a nyomaikat, miután úgy tűnt, hogy felfedezték őket, és akkor a Log4j Log4j-t használták, és akkor mondják, hogy a támadás egy nemrégiben felfedezett gyenge pontot használtak ki, amit Log4Shell-nek hívnak, ami lehetővé teszi a támadók számára, hogy irányítást nyerjenek távolról a rendszerek fölött. A Log4Shell a Log4j-t használja, ami egy regisztri könyvtár, amit széles körűen használnak az Apache alapú rendszerekbe, még az olyan masszív bűveleteknél is, mint a Microsoftnál, meg az IBM-nél is használják ezt, ilyen rendszereket törtek fel, aztán elültették ott szépen a kis kriptobányász vírusukat. Oké. Azt mondja, hogy nézzük tovább, Bitcoin 49 ezerre visszajött, hát tegnap pont felvettem itt a zöldet, hát most annyira nem piroshozok, 3% mínuszban vagyunk, de
Egy kis, hát ilyen 50 ezer plusz minusz 2000, vagy hát még akár hol volt, itt 45 félnél volt az alja, vagy ilyesmi, de én azt mondom, hogy ilyen 50 plusz minusz 2000, akár fel, akár le, ezt a zónát kell nézni, a 48 meg 52 közt. Ha 48 alá lejön, akkor talán nem tudom miért, de akkor még esetleg lehetne, jöhetne még lentebb. Ugye már mindig most a 40 lenne a következő pont, de egyáltalán nem hiszem, hogy addig lemenne a 45-nél, már szerintem így is úgy is meg fog állni, még ha le is jön 48 alá egy kicsit. Ha megtörné már végre, amit már mondok itt napok, hetek óta, azt az kritikus, ominózus 52 ezeret, itt van a fibózóna is 52.300-nál, akkor utána szépen batyaghatnánk felfelé 60-70-80 irányába. Na jó, azt mondja, hogy Bitcoin jelenleg 49.150-en 3%-ot csökkent, a 200 napos mozgó átlag alatt valamennyivel, így a 200 napos mozgó átlag körül forgolódik az elmúlt napokban, inkább úgy mondanám, és az RSI-ja megint lejött 50 alá, 45-ön van jelenleg az RSI a napi, nézzük meg kisebb nézetbe, 4 órásba így néz ki, 1 órásba így néz ki, hát ez most megállt innen, megint nem akar lentebb menni 49-nél, 15 percesbe pedig így, jó, nézzük meg körülöttünk, mi a helyzet az arany, na egy kicsit, egy picikét megindult az arany, 1819 dolláros ára kapható egy uncia, egy 0,4%-ot nőtt ma, az S&P 500 perc a világ legmosabb árán van, milyen nap van már, nem megy ez? Jaj, majd egy óra múlva fog nyitni a tőzs, de jó. Van, oké. Ez 4791 dolláros áron volt kapható tegnap az S&P 500, úgy zárt a piac, és fú, 1,38%-ot nőtt. Jó, azt mondja, hogy Bitcoin, nézzük tovább, piacérté, vagy mi, FOMO indikátor, hányan keresnek kifejezések, hát oldalazás, vagy izé, csökkenés, ha igen, kb. Ez látszik, azt mondja, hogy piacértékeknél mi a helyzet, az Ethereum, hoppácska! Hát itt mindig, még mindig nagy húsdaráló van a 15 meg a 20. hely közt, ilyen pár, 2-3-4 százalékokkal, kos változatosokkal össze-vissza cserélődik a rangsor. Most csökkent is a Ethereum 3 helyet, leesett a 18. helyre, 465 billió dolláros a piacérték, és 3911 dolláros áron kapható, megint lemenni 4000 alá egy picit. Ez van, azt mondja, hogy a Bitcoin pedig, na a Bitcoin meg megelőzte most a Facebook, vagyis a Meta, Bitcoin most a 10. helyen van, egy helyet csökkent, 929 billió dolláros a piaci érték, és 49.135 dolláros áron kapható. Mit jelent ez magyar forintba? 16, éppen hogy 16 millió forintot ér egy darab Bitcoin jelenleg. Teljes piacon mi a helyzet? Na, így is van. Visszatértek a hétköznapok, 24 órás kereskedelemmínség 100 billió dollár, 101 billió dollár értékbe zajlott. Kriptovaluták összpiaci értéke 2,3 trillió dollár. Ebből a bitcoinnak a piac részesedése, hú, már kereken 40%. Mindjárt lehet le fog menni 40 alá is, meglátjuk. Az Ethereum-é pedig 20,1%, akkor hát 60-40%, 39,9% van a többi kriptóban, a teljes piac 3%-a csökkent az elmúlt 24 órában. Top 10-ben nagyobb változások vannak-e? Nincsenek. Hát még mindig várom, hogy az Avalanche jön már vissza megérdemelt 10. helyére, a Polkadot meg essen ki a top 10-ből. Oké, és a többiek ugyanúgy néznek ki, mint kb. Eddig. Jó, itt a top 20-ba, DeFi-ba mennyi tőke van lekötve, 258 billióval tegnap, most itt csökkenés volt tegnapról, meg minden, jelenleg 253 billióval lekötve DeFi-okban. Bélánál mik voltak itt altokkal kapcsolatban? A SushiSwap-ra felkerült már a wrapped kadéna, a becsomagolt kadénát már lehet kapni a SushiSwap-on is. És tovább a másik pedig, hogy aha, és itt van az Axis hír, Axi Origin, Axi eredetek kihoznak egy új részt, vagy verziót, vagy akármit, ami gyorsabb lesz, nem árt, mert amúgy egész lassúcska volt az Axi néha, és akkor sokkal szebb lesz, meg sokkal jól, több mindent kell tudni majd hozzá, és az, ami a lényeg, hogy lesz egy ingyenes demója, ahol az axikat lehet ingyenesen axikat kapni majd, és akkor lehet tesztelgetni, meg kipróbálni, hogy hogy működnek az axik, és akkor utána hát, ha még többen vesznek, majd rendeset is erre számítanak, mert nagyon stagnálásban van az axi az utóbbi hetekben, hónapokban. Oké, és jó, kb. Ennyi még itt a manáról, mit mondott Béla Mana? Aha, valami divat héten lesz a Mana. Igen, valami divat héten fogják reklámozni a manát. Oké.
Azt mondja, hogy nézzük tovább, a Coinbase-en jött ki valami újdonság. Lehet, hogy hát most rászállom azt a fél percet, de amúgy sietnem kell. Aha, itt most nincs, de megnézem, itt nagyon semmi nem jött, hogy amúgy izé Coinbase Pro Twitter. Pro Twitter, mert ugye már a Coinbase Pro-nak a Twitter oldalát azt megszüntették, amit én néztem eddig. Ahol mindig hozták az újakat, de még mivel megint nem létezik ez a felhasználói fiók. Hát jó, akkor ennyi nincs Coinbase Pro, már csak sima Coinbase-es van. Ez itt, ezek mik? Ez mikor jött ki? Tudod, ó, június 8-án, jó, ezek a régiek. Nem, hát már nincs sajnos Coinbase Pro, lehet, hogy ezt nem sok értelme lesz itt simán a Coinbase nézegetni. Na jó, egy pár napig, hétig itt hagyogatom, aztán utána majd leszokok róla, hogyha nem sok mindent fognak itt feltenni. Na jó, nézzük a CoinMarketCap-en, mik a trendik. Pok, 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 semmi értelmes, a Shiba Inu egy, ami olyan közepes, ami nem szerencsejátékos, tehát Big Hotel, ez micsora, hát nem hiszem, hogy ingatlanos, ahhoz túljátszós a neve. Hát 3200. helyen, full piros minden, jó, ez nem egy komoly történet. Oké, azt mondja, hogy nézzük tovább. Mit néznek a legtöbben? Itt meg semmi nincs, ami értelmes lenne. Sok szerencsejátékos marhaság. Na jó, vissza a Bitcoinra, 49.170-en van, 3%-ot csökkent, akkor megnézem, hogy kik azok, hogy mondjuk mínusz 10%-ba is lennének. Illetve akik zöldbe vannak, kik vannak zöldbe. Ma még voltak adéna is egy picit, de most mégsem. Hát most még a nagyokat se zongorázom végig, mert sietnem kell. Azt mondja, hogy na az Avalanche, pont azt néztem, hogy még azért itt egy órával ezelőtt, két órával ezelőtt, amíg híreket nézegettem, még a kadénai zöldbe volt, de most egy kicsit visszajött. Az Avalanche meg a kadéna volt zöldbe, most már csak az Avalanche még tartja magát mindig zöldbe, 1%, 1,5% pluszban van. Na nézzük, kik csökkentek itt nagyobbat, vagy nőttek, mínusz 10 plusz 5, na a Phantom plusz 5%-ba van, jöveget felfelé. Hoppa, Luna hol van, mert a Lunát egy olyan 80-nál kéne legalább adogatni belőle át, még közelében nincs annak, hogy 80-at elérje, én szerintem az már, ha minden jól megy, akkor nem is lesz többé, nem is látjuk a 80-at a Lunánál, ott nyugodtan alá merek majd fogni. Azt mondja, hogy kicsökkent, vagy nőtt, plusz 5, mínusz 10, az AV, hát plusz 1%-ba van. Az ICX, na hogy megindult az ICX, 16,5%-ot nőtt ma. Jó, hogy mínusz 10%-ban senki nincs, figyelős közepesekből a hát, az IOTA nőtt 7%-ot, de ez még mindig oldalazás mutat, egy fél évre visszamenőleg, vagy nem tudom, 4-5 hónapra csak oldalazik. Oké, azt mondja, hogy hát ez a Lido össze-vissza, ez még mindig egy megbízhatatlan, akármi jó lenne, ha egyszer stabilizálódna. Ki van még itt? Hát ez meg megint a jó, hagyjuk is a Rubikot hiába, a magyarok meg Rubik kocka, ez nem egy komoly dolog. Pump and Dump Shane Bunch-nak tűnik nagyon, hát az még egy százalékot sem, hogy DXY, de nem is ajánlom senkinek. Jaj, a Celer se ajánlom senkinek az égvilágon, szakad be az egész, hiába nőtt meg 5%-ot. Nézd már a farm, hát a farm az még egy tipikus Pump and Dump séma. Így túltolják, aztán így összeesik. Ezt nem ajánlom senkinek. Ezt most megint megtolták 235-re, nőtt ma 100%-ot, nőtt ma, majd holnapra meg visszaesik. Ez 40%-ot, vagy akár visszaesik kb. Oda, honnan indult. Úgyhogy ez a farm, ez egy traktoros a jele, meg ilyenek, de traktor a jele, de nem ajánlom. Hiába 500-at, ez nem egy stabil cucc. Szakad már nagyon, vagy még csak most kell. Jó, most kezdett egy fél órája szakadni lefelé, mert ok nélkül nőtt nagyot. Jó, ezzel megint csak vigyázkodni kell, a nem ajánlók csak közt van. Jó, nem véletlenül. Azt mondja, hogy Bitcoin 49.200-on, na mintha most egy picikét lehet, hogy talán meg fog indulni, vagy nem, a francia tudja, majd meglátjuk. Úgyhogy jó, akkor megyek is hugomér, meg rokonsághoz, holnap pedig, azt sem tudom, hogy mikor, hogy délben, vagy este, vagy a francia tudja, de holnap lehet, hogy már nem lesz rendes híradó se, mert a heti, amit már mutogattam itt, hogy az éves zárást meg akarom mutatni, hogy mennyit, meg mit, meg hogy nőtt például nekem nálam, amiket befektetgettem itt az éven. Hogy lett 10 millióból 25 vagy 30 millió, most nem is tudom, hogy hol járhat a történet. Na oké, egyelőre, kösz szépen, hogy meghallgattatok, holnap ismét jövök, addig is szép napot mindenkinek, sziasztok!